Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket! TF Budapest és MTK Elit Basket az NB1B piros csapatával. Most nézzük először a hazaiak kezdő csapatát. 14-essel Ivosev Tamás, 15-essel Timko Norbert, 25-essel Czura Attila, 11-essel Kalozsi Gergely, 13-essel Beák Gábor a csapatkapitány, és felállt most már az MTK is, akik közül 9-essel Dobos Márk, 5-essel Jakab Péter a csapatkapitánya, 51-essel Szatmári Zsombor, 6-ossal Takács András, és 18-assal Cakó Tamás kezd az MTK-nál. A szomszédvárak csatája, 10. az MTK hadgyőzelem hétvereség, 10. a TF hadgyőzelem hétvereség. A gólkülönbségük is hasonló. Az első mérkőzésen egymás ellen az MTK legyőzte a TF-et. Jó paszban van a TF, hiszen a Pécs ellen idegenben tudott győzni, és idegenben verték meg a Mavcot is, ami mindenképpen nagy dolog volt. Míg az MTK a Baja csapatától vereséget szenvedett 98-5-re, úgyhogy ilyen szempontból rosszabb, hektikus csapat az MTK, képes megvenni Nyíregyházán, de például Budafokon egy hatalmas zakóba futott bele. A TF képes megvenni a Mavcot, hogy aztán a Majev Szolditon vereséget szenvedjen. Tehát két olyan csapat, amelyik nagyon egymás mellett van. És az első akcióból nincs gól, nincs pont, jöhet az MTK. Ráadásul olyan sűrű a mezőn az 5. és 11. helyzet között egy győzelmnyi a különbség. 7-6 találnak az 5-6, 7. 8-én és 6-7-tel mögöttük. Az utolsó három csapat kicsit leszakadt, és az első négy ment el egy kicsit a többiektől. A Veszprém, a Nyíregyháza, a Budafok és a Mavc jobban áll. MTK távoli kísérlet, és a Dudaszó pillanatában Dobos Márk dob pontot, de mégsem tripla, mert vonalra lépett a fiú, vezet az MTK Elit Basket, és Czura Attila a csapat egyik pontkirály, az a Ivosev, aki remekül illeszkedett be a csapatba. Most nem sikerült dobni, a két meccse játszott eddig Ivosev Tamás, 28 pontos átlag és 9,4 lepattanó. Egyébként Ivosev játszott Kaposvárt is, Deacba és a 3x3-as világbajnokságon is, a torna egyik legértékesebb játékosának választották. 4-0, mert Jakab Péter pontja is jó, és aztán egy Beák tripla, ami nem sikerült. Hát egyelőre jobban kezd az MTK két határozott ponttal, míg a TF elhibázta távoli dobásait. Jakab Péter az MTK egyik pontkirálya 16,6 ponttal, a másik Takács András 16,7 ponttal. Az ő semlegesítésük döntő lehet, illetve hogy Ivosev hogy lendül formában, és Timkóval hogyan tudják urálni a palánkat, hiszen Ivosev 220, Timkó 212, hozzá hasonló magasságú, csak Nagy Szabolcs és Takás András, de ők is alacsonyabbak egy kicsit. 2 másodperc, el kell dobni, és egy tripla! Hatalmas tripla! Jakab Péter, akiről mondtam, hogy jó dobó, és 38%-kal dobja a triplát, 3 pont. Timko középtávolról, és nem megy be. 0-7, és egyszerűen képtelen a gyűrűbe találni egyelőre a TF Budapest. És az MTK támad tovább, Jakab, a csapat kapitánya kapta vissza, aztán Cakó egy rutinos játékos már. Egy betörés után szép labda, leszedés Beáktól, és egy Czura szóló. Czurát azonban megállította Szatmári Zsombor, aki 19 esztendős létre 7,3 lepattanóval a legjobb lepattanózó az MTK-sok között. Tehát még egyszer mondom, az egymás elleni első eredményük az alapszakaszban az MTK számára volt kedvezőbb, de a TF visszavágás esetén ugye előre lépett, hiszen akkor 7 győzelem hétvereségük lesz. Timko be kell, hogy forduljon, bedobja, nem dobja be! Ráfordult, horgolt, de nem ment be. Azos vagyok a mesterek nevével, Horváth Balázs edzi az MTK-t, Vladimir Vlaszky, és segítője Nagy Bálint a TF Budapestnél. Megint egy MTK akció, egy szép befordulás, de nagyon rossz dobás. A nehezét oldotta meg Szatmári Zsombor, mindössze 19 esztendős fiatal ember. Czura. Jó bejátszásával Timko, ezt már be kell dobni, és leszerelik Timko. Hát nem túl szabályosan, ezt el kell mondanom. 3-2-ben az MTK, és egy gyönyörű labdaszerzés, Ivosev Tamás, ebben minden rutérje benne volt a 28 esztendős fiúnak, Ivosev, Beák triplára vállalkozik, és ez a tripla jó. Az első hazai pontok is,
Beák Gábor a csapat kapitánya és legidősebb játékos, a 9,7 pont, 3,7 lepattanó és 39%-os tripla pontosság. És általában fontos pontokat dob Beák Gábor, akinek lélek jelenlétére és higgadságára bizony nagy szükség van. Érkezik még a közönség, és most azt látják, hogy Ivosev Tamás ellen ítéltek a játékvezetők. Gergely Csaba, Sörlei Attila és Józsa András vezetik ezt a mérkőzést. Már egyébként a Ludovikában budapesti rangadók napja van, hiszen a TF Budapest MTK meccs után az élbolyval következik a Honvéd Budafok találkozó. És nézzük most Szatmári Zsombort, akinek labdáját leszették, majd Timko labdájával már Cura onnan meg szokta csinálni a szólót. Most is megcsinálná, csak hogy ellépte. Ezt most elrontotta a derék Cura. Szabadon állt mellette Ivosev Cura, nem passzolt, viszont nem szúrja le őt Vladimir Vlacské, biztató tapsal mondja, nem baj, próbált fiú legközelebb. Cura Attila különben 17,8 pontot dobott, és 86%-a dobja a büntetőt. Tehát a jó büntetőző és a jó átlagú pontdobók közé tartozik. MTK akció végén egy nagyon rosszul visszatett labda. 2-1-ben Beák és Cura, de Beák 1-1-ben megcsinálja. Beák Gábor! Egy remek szóló után Beák Gábor 7-5 szorossá tette hip-hop a meccset a TF Budapest. Az új esztendő első mérkőzését láthatják csatornánkon, és azt, hogy Ivosev Tamás megint jókor volt jó helyen, Cura pedig megindítja az ellencsapást. Cura is mindössze 25 esztendő, sok a 19-18 éves játékos a TF Budapestnél. Itt történt valami, a 9-es már fel is teszi a kezét. Dobos Márk volt az, aki szabálytalankodott. Az MTK irányítója szabálytalankodott. Csere az MTK-nál. Horváth Barnabás először a küzdőtéren, pont Dobos Márkot cserélte le Horváth Balázs, tehát Horváth Barnabás, 22 esztendős játékos, 9,2 pont, és figyelem, 48%-os tripla hatékonyság eddig. Cura! Hú, de veszélyes bejátszás volt, Timko hatalmas kezeivel elhalászta. Valljuk be, hogy ez nem volt jó labda Timkónak, de ő megoldotta a nehezet. 7-7. 7-0-ás söpréssel kezdett az MTK, 7-0-val válaszolt a TF. Szatmári lassan szabadulni kell, hiszen 6 másodperc a támadóidő. Próbálkozik Jakab, és nem dobta be. Ivosev leszette Curának, Cura, Ivosevnek, hát ezt... És nem tudta feltenni Ivosev, a legnagyobbak is hibázhatnak néha. Így hát zicsel az MTK előtt, de ezt elkapkodták egyelőre, lépésgyanús akció végén, megint lejön a lepattanó. Hiba mind a két oldalon, még zicsereknél is, nem is tűri ezt Horváth Balázs, már is csere lesz az MTK-nál, 14-esen Nagy Szabolcs, egy rutinos játékos érkezik. Ivosev, onnan ő beszokott fordulni, csak hogy most kicsúszik a labda a kezéből. Jakab, és odaüt Timko. 14-essel pedig már is érkezik Nagy Szabolcs. Nagy Szabolcs, 5 lepattanó és 9,3 pont átlagban. 202 centi, tehát magasított egy kicsit a palánk alatt, a lepattanó szerzést szeretné hatékonyabbá tenni Horváth Balázs többek között, hiszen ez a hazai palánk alatt egyértelműen a TFE. Támadó lepattanót nem igen szedett az MTK, egy távoli tripla, ez viszont jó. Horváth Balázs. 10-7-es MTK elit előny, Cura. Újabb csere lesz, 12-essel a fiatal Farkas Dániel készül beállni. Cura, Ivosev, Dobolcs el, innen beviszi. De odaütnek a kezére, Jakab Péter. Nagy Szabolcs szabálytalankodott, és lemegy Szatmári Zsombor, és jön Farkas Dániel, és lemegy Jakab Péter, és érkezik Bognár Mátya. Pintér Máté 3-assal viszont a hazai együttesből, mindössze 18 esztendős fiatalember, és Ivosev Tamás pedig a büntetővonalnál. 10-7-es MTK elitvezetés az NB1B piros csoportjának rangadóján.
Ivasev dobása nem jó. Jelzem, a MAFC ellen is gyengébben kezdett Ivasev az első és másik negyedben, és aztán parádézott. Hát egyelőre a gyengébb kezdés megvan. Ebből persze senki ne vonjon le semmilyen következtetést. A másik dobása is rossz, és megszólalt egy dob. Majd el is hallgatott. MTK támadás, onnan már nehéz lesz. Olyannyi, hogy Ivasev szépen szerel, megindulhat Cura. Beák triplára vállalkozik. És ez is jó. Beák egyenlített, a második tripláját sűjesztette a gyűrűbe. 10-10. Somogyfoki Péter készül majd beállni. És a befordulás jó, aki bedobta a pontot, Takács András, 12-10. Cura. Timko zár neki, majd indul a palánk felé. Pintér. Befelé fordul, ez szép szóló. És bedobja a fiatalját. Pintér Máté! Pintér Máté, nagyon szép szólót mutatott be szabad, és kiverekedte magának a helyzetet, és 12-12. Távoli kis ilyen, de rossz tripla volt ez. Ez bizony elrontott a Horváth Barnabás. Cura! És odaüt egy ember, aki nem más, mint a 16-os Bognár Mátyás. Cura Attila már faképnél hagyta őt, mint Szent Pál a délkeleti szomszédjainkat. Jönték le negyedik csapat hibája következik, és Cura helyett Somogyfoki Péter. Ő is feljavult engem a MAFC ellen a második fél időben, a bravúros idegenbeli győzelmé. Újra Somogyfoki. Somogyfoki. Pintér. Megjött az önbizalma, ez nem jó, mármint a tripla kísérlet lejött a gyűrűről. Leszette Takács András. Nagy szabosz tette. Tovább is egy nagyszerű labdaszerzés, Ivasev. Hát őt onnan vissza nem fogja rántani senki. És Ivasev szólójával átvette a vezetést a tér. 0-7 és 10-7 után időt kér az MTK, hiszen átvette a TF a vezetést 14-12-re. Innen folytatjuk. Kerkai először a küzdőtéren, Somogyfoki, Ivasev, Timko és Pintér a hazaiaknál, míg most látom felállni az MTK-t, Cakó, Nagyszabolcs, Jakab Péter, Bogdár Mátyás és 12-essel nem más, mint Farkas Dániel. 1.57 az első negyedből és 2 pontos TF előny. Kerkai csapat kapitánya hozta át és kapja vissza. Csak ijeszgetett, aztán egy zárás kapott, de Ivasev. És Ivasevet fújják be, ez a második személy Ivasevnek. Azért erre vigyázni kell, mert az első negyedben járunk csak, és amíg összeszedne mondjuk ebben a negyedben egy három személyt Ivasev, akkor a következő három negyed nehéz lenne neki, úgyhogy erre vigyáznia kell. Jön is majd a csere, gondolom még. Jakab Péter betör és leteszi triplára. A tripla nem jó, Ivasev a labdát tette le. Pontosabban előbb leszette, majd letette Somogyfokinak, aki bemutatta a figurát. Timko egy zárás után Somogyfokit hagyja ott, majd Ivasev. Ivasev nagyon erős, megindul, és emberrel együtt elindul. Két Ivasev szóló egymás után. Cakó Tamási a személyi van. És még Cakó Tamási a személyi is, úgyhogy ebből jól jött ki a TF, 16-12, és Ivasev még dobhat. Most nagyon összpontosít. Dobása jó. 17-17. És már le is ül Ivasev. Kettessel a fiatal Kovács Barnabás, aki 18 éves kora ellenére
7,3 pontot és 3,5 lepattanót szorgoskodott össze eddig. 51-esre visszatér Szatmári Zsombor is, egy 19 éves fiú, tehát fiatalok a küzdőtéren mondhatjuk. Míg a rutinosabbak most pihennek, egy-két rutinosabb. Jakab Péter azért megindul, jól védekeznek rajta. Nagyszabó, szép volt a védekezés, de megszerzi az MTK. A távoli kísérlet nem jó, a lepattanó Pintér elüt ide az MTK-nak. Szatmári. Cakó beteszi középre, és ott a pont. Két támadásnyi idő, 17-14 Farkas Dani pontjával. Majd Somogyfoki indul meg, és onnan el is vállalja. És benni itt a válasz egy tripla Somogyfoki Péterről. 20-14, másfél támadásnyi idő, Jakab Péter. Jakab szóló, megint kiteszi, most nincs tripla, van betörés, és semmi. Bizony-bizony, Cakó ezt elrontotta. 30,2 másodperc és 24 másodperci támadhat a TFA, jól sáfárkodnak, akkor a 6 pontot akár 9 ponttá, vagy még többé is növelhetik, és kevés lehet a visszavágásra, a visszatámadásra az MTK-nál. Na nézzük, Kerkai. Biztosra ment, Kovácsot választotta, Kovács viszont nagyon rosszul dobott, de Pintér bravúra visszaszerezte Timkónak, Timkó kiüti a kezéből, aztán visszaszerzi, aztán eldob egy triplát Kovács, majd lejön a labda, 1,4 másodperc, Jakab át kell dobni, nem jó. 20-14 az első negyed, innen folytatjuk majd a másodikban. 6 pontos TF Budapest felé. Régi szokásunk a szíven, beszéljünk egy kicsit akkor a vendégcsapat. Az MTK a vészteres időkben, az MTK számára igen csak vészteres időkben, még 45 elején alakult meg a női és férfi kosárlabda szakosztály, rögtön a nők lettek a sikeresebbek. És által a nők visszajutottak, mik is mondok. Az NBA-ben jól szerepeltek, hát 15-ös bajnok, sokszoros kupagyőztes volt. A férfiak 1970-ben fúzió révén egyesültek Budapesti Vörös Meteorra. A férfi csapat a másik vonalban 3 éves NB1-es tagság után kiesett. 2005-2006-ban jutott vissza az NB1-be, akkor már MTK Elite Basket néven, és 2010-től pedig Török Bálintot tette a székelyét, és MTK Elite Basket Török Bálint néven az NB1-be piros csoportjában játszanak. Most hektikus szereplés, mondom, bárkit legyőzhetnek, de szinte bárkitől vereséget is szenvedhetnek. Rapszódikus gárda egyelőre. Most viszont egy szép támadás végén pontot dobnak a második negyedben, és csökkentik a különbséget Szatmári Zsombor révén. 20-16. Somogyfoki, Kerkai kettőse. Somogyfoki, Karocsi. Somogyfoki, Kerkai triplára vállalkozik, de nem jobb, nem dobta be. Karocsi Gergő viszont remekülszette a lepattanót. Lepattanulásban sokkal jobb eddig a TF Budapest. Somogyfoki kiosztja oldalra. Ezt túl kombinálták, hiszen Kovács még vissza akarta tenni Somogyfokinak, aki már befelé lépett, hiszen azt hitte Kovács kosárra tör. Így maradt a 20-16 és jöhet az MTK jelenső 9-essel Dobos Márk. Ő 23 esztendős játékos, most ő az irányító. Egy jó befordulás után szabálytalan Kovács, akit megállított Cakó Tamás volt. Szakó is a rutinosabb játékosok közé tartozik. Kidobhat. Pontosabban a palánk mögül kijöhet. Nem más, mint Dobos Márk. 17 másodperc a támadóidő. Szatmári. Most már 10 másodpercen belül vagyunk. Jakab, a csapat kapitánya. Keresi a részt, és egy nagyon szép hívósebb szerelés után Kovács, majd Somogyfoki, nagy labda, Karosi. Nem szép Karosi dobása, de Somogyfoki beesimogatja a labdát a gyűrűbe. 8-52-4, 22-16. Jól tett, hogy kísérte a támadást Somogyfoki. Jakab, a másik Péter. Tripla, nagyon tiszta dobó helyzet, a lepattanó megvan Somogyfokinak. Indítás a Karosié. Karosi pedig a gyűrűbe Nagyon szép pont, és Faltal együtt, tehát dobhat még egyet Karosi Gergely. A személyében pedig Dobos Márk, ki ez volt a második személye? Dobos Márk második személye. Karosi Gergely két pontja.
és 24-16-nál ez a két pont, három pont is lehet, hogyha Karosi bezúdítja a büntetőt. Karosi be is dobja a csapatot. 25-16. Most 9 pontos a duzzat a TF Budapest előnye. Vladimir Vlaszky 2500 fok Celsiuson ég, és hát nem nyugodt Horváth Balázs sem. Egy szép kísérlet, egy gyönyörű szereléssel, Karosi. Nagyon szép Karosi szerelés után, a túloldalon szabálytalanság. Takács András volt szabálytalan. És érkezik Horváth Barnabás. Leül egy kicsit pihenni, Cakó Tamás. Dobhat a másik Tamás, Ivosev Tamás. Azt nem mondhatom, hogy a baromi nagy hatékonysággal dobna a büntetőket Ivosev. Hát mondtam önöknek a pont átlagát két meccs alapján, úgyhogy ne féljenek, lesz ez még másképp is. Mármint a TF Budapest híve. Ez most nem ment be. Somogy fogja a szabálytalan. Jakab Péter. 25-16. Csapat személyében 2-2-re áll a két gárda a második negyedben, úgyhogy oldalról jöhet majd Jakab Péter, aki 26 esztendős, az 1-es-2-es poszton játszik, és a másik legtöbb pontot dobja átlagban az MTK-nál. Takács mellett szép lefordulás után, kimarad az itzel, a nehezét megcsinálta Dobos már, tényleg. Somogyfoki. Ivosev, hát onnan őt nehéz lesz megállítani. Nem is. Ivosev Tamás! És dobhat még egyet Ivosev, hiszen megint odaütöttük a kezet. Ivosevet visszarántad, olyan, mint a grizzly medvét akarnád visszarántani, amikor lazacra vadászik, úgyhogy esélye nincs az embernek ilyenkor. Időkérés után pedig folytatjuk. Karosi, Ivosev, Kerkai, Somogyfoki és Kovács Barnabás még a túloldalon, Horváth, Jakab, Takács András, Dobos Márk és 51-essel Szatmári Zsombor veszi fel a küzdelmet. 27-16-os TF vezetésnél, amikor Ivosev Tamás dobhat egyet még, hiszen két pontot már bezúdított a gyűrűbe. Eddig bűnrosszul dobta a büntetőket Ivosev. Lehet, hogy most ránk cáfol. Nem cáfolt ránk. Maradt a 27-16. Jakab. Oly, remekül élt ott a Karosi Gergő, és utolsó percben húzta vissza a kezét Horváth Barna, mert bizony az ő kezéről vándorolhatott volna ki a labda. Karosi nem először szerelt, vagy ért oda jól, kitűnő ütemérzékkel, Karosi Gergő. 20 esztendős, 2-es-3-as pot, 191 centihez még csak 74 kiló, de ha erősödik, nagy erőssége lehet a magyar kosárlabdának. Megint nagyon jól zavarta az ellenfelet, és remekül eszette Kovács a labdát. Somogyfoki most ő irányít, áthozza. Ivosev a palánk alatt, de nem kapta Karositól. Igen, ú, de kockázatos volt ez, kedves Karosi Gergely. MTK-s karok erdejével próbálta átvarázsolni a labdát, ez nem sikerülhetett. Jakab. Körbe szépen, és egy teljesen tiszta tripla helyzet, ez sem megy be. Leszette Somogyfoki, aki elrontotta a Dobos már. Ivosev onnan be fogja vinni. Leosztja nagyon szépen Kovácsnak. Remek szerint. Egy remek Ivosev Kovács akció végén. 29-16 az eddig legnagyobb, 13 pontos különbség. Jakab. Megkerüli ott a védősort, majd kidobja a vonalon túl. Igen, mert Horváth Barnabás már befelé indul. Nagy Szabolcs és Szakó Tamás jön. Leült a 9-es és a 6-os, Takács András és Dobos Márk. És Karosi Gergő hozhatja a labdát, majd Somogyfoki már is. 29-16,
6.37 a nagyszünetig, Somogyfoki Kerkai, Somogyfoki, egy jó elzárás kapott, Kerkainak osztja ki, nem volt túl jó labda, ezt valljuk be. 7 másodperc, valakinek most már dobni is kéne, Somogyfoki elveszti. Hát ez nem volt igazán TF-hez méltó támadás, Vladimir Vlaszki össze is vonta a szemöldökét. Jakab kihagyja, az érkező ember is kihagyja. Elképesztő, miket hagynak ki Zicserekben is az MTK-sok, de azért megütötték bizony Szatmári Zsombor kezét, úgyhogy dobhat 2 büntetét. Somogyfoki leült, Szura Attila visszajön. Kovács Barnabás második hibája után viszont büntetőket dobhat Szatmári Zsombor. Nézzük Czura Attila, aki hazai csapatba állt be. Mit kezd majd a büntetők után? Az első büntető kijön az MTK-nál, és hát büntetőzésben sem állnak valami túl jól a csapatok, ezt nyugodtan mondhatom. Ez azért bent van, 29-17. Hosszú idő után dobott pontot az MTK, Szatmári Zsombor harmadik pontja. Karosi, Ivosev. Ó, de megverte az ellenfelét, gyönyörű. Egy-egyen megverte az ellent, 31-17 Ivosev Tamás lefordulásával. Ivosev 9 pontnál jár, képzeljék el, ha még az 5 büntetőjét is bedobta volna. Bognár. Egy befordulás, tehát Ivosev mellett nem lehet befordulni, Czura pedig könnyedén elveszi a labdát. Czura, nagy szóló végén, elegáns pont. Czura Attila! Czura szóló után 33-17, majdnem megduplázta a különbséget. 16 pont a különbség az MTK ellen most a TF javára. Cakó, Cakó, Bognár. És fiatal fiú, 22 esztendős. Csak hát 5 másodperc, és valakinek el kell kidolgozás nélkül dobni. Mégis bent van egy nagyon szép pont, Farkas Dániel. Farkas Dániel, tippesztés. 33-20, Kerkai, Ivosev. Czura, Kovács, triplára. Ez nem jó, a lepattanó sem... Jó, pontosabban Cakó Tamás jól ment érte, javult lepattanó szerzésben az MTK hatékonysága. Üha, kicsúszott a kezéből most Farkasnak, de szerencsére visszaszerezte az MTK. Ott a belső emberek mellett nehéz bemenni, de ez egy nagyon szép akció végén. Nagyon szép Szatmári pont. 33-22, 11 pontosra redukálta a különbséget az MTK. 4-18 még a nagyszünetig, Karosi, majd Czura. Kerkai triplára vállalkozik, de ez rövid, látszott rajta. Lepattanót viszont visszaszerzi, Ivosevnek ütötte bravúrral, Kerkai rutinja benne volt, megfordult a Zalaegerszegen, az elmúlt idénben Veszprémbe játszott és visszatért TF csapatához. Kovács, hát ez nem volt kidolgozott dobóhelyzet, nem is sikerült. El kellett dobni, mert lejárt a támadóidő. Ez nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, onnan nehéz lesz. Kicsit Farkas Dániel eltatyarogta ezt a támadást. Bognár. Megint 6 másodperc, ismét Farkas. Ez nem jó. És a duplázás sem jó, sőt Kerkai leszedi a lepattanót. Hát igen. Rutinos játékos Kerkai Ákos dacára 26 esztendején. Nem kell sietni a TF-nek, már is egy szabálytalanság Ivosevben szemben, aki elkövette Nagy Szabolcs. Ismét időkérés méghozzá, MTK időkérés. Nem, én tévesztettem el. Hazai időkérés következett, 33-22, innen folytatjuk. Ez volt az MTK és visszaérkezett hosszabb szünet után Beák Gábor, mellette Czura Attila, Karosi Gergely, Tim Konorbert és Ivosev Tamás, míg a túloldalon most futnak vissza a fiúk Bognár, 12-essel Farkas Dániel, 14-essel Nagy Szabolcs,
18-assal. Szakó Tamás. És nézzük ki volt sebet, kivarázsolják a kezébe a labdát. És Bognár Mátyás. Azt mondom, hogy átlendül, de visszafordult. A palánk alá nehéz betörniük ott. Egyelőre úr a TF a saját palánkja alatt. Távoli dobások nem mindig pontosak. Ez a távoli dobás azonban pontos volt. A másik kristályát dobja a itt is egy távoli, ez kijön. 33-25, 8 pontos lett az a 16 pontos különbség. Megfelezte az MTK is. Bognár, ott középen történt valami. Bognár ugyan bedobja a triplát, de ki volt a szabálytalan? Beák? Beák Gábor. Első hibája. TF-nek is megvan a négy csapatfaltja, Beák Gábor első hibája volt. 16-os a Bognár Mátyás. Nagy köröket fut és tiszta tripla helyzetet teremtett. Ez a tripla nem jó, de Beák Gábor lepatronozása annál jobb. Cura rendül előre. József kéri és kapja. Ő beviszi a palánkkal. Vele szemben szabálytalan. Szakó Tamás. Farkas Dániel a személyében. De Farkas Dániel is odaütött, és az övét látták előbb a sólyom szemű játékvezető. Úgyhogy 33-25-nél dobhat József Tamás. És ez a büntető egy se jó. Hát ez eddig 9 pontos Ivosev, 16 pontos lehetne, vagy 15 pontos, hogyha minden büntetőjét adobta volna. És ez benne van. 34-25. Lelkileg kellett ez már neki, azt hiszem, hogy végre a büntető sikerül. Jakab Péter is visszaérkezik. Takács András, a két legpont erősebb játékos az MTK-nál, hiszen 34-25 most felcsillan a felzárkózás lehetősége. Jakab bejátsza, kicsúszik a játékos kezéből. Egy újabb tripla, nem, ebből dupla lesz. Nincs! Mert Timkót látják szabálytalannak, vagy Ivosevet? Timkó. Timkó második hibája, dobhat majd Takács András, 34-25-ös TF Budapest előnye, amikor 1.56 van a nagyszünetig. Takács András, ezt szépen bedobta, 34-26. Ez kijön viszont, és Timkó javítván, hogy előbb faltolt, most leszette. Cura kiesik a kezéből, de a labda az MTK-é, mert Cura, hát mondja Cura, nem véletlenül botlottam én meg, megcsúsztam meg egy kicsit, de ezt nem respektálják a játékvezetők. Csak hogy rossz volt a TFA, hiszen belépett a vonalon belőle a 12-es játékos Farkas Dániel, a 20 éves fiú, ezt elidegeskedte. 14 másodperc hazai támadóidő alatt még sok minden történhet. Például egy Ivosev pont. Leosztott a Timkónak, Timkó meg a gyűrű. Szép támadás végén pont. 36-26. A két magas fiú ezt lejátszotta egymás között. Egy tripla. Úgy de rossz kísérlet volt. És nem sikerül belesimogatni a gyűrűbe, Timkó kétszer is zavart. Hát nem igaz, hogy engem nem zavartak, mondja Takács András. De hát szabályosan. Ivosevet nem lehetek elégteni. Ivosev 12. pontját dobja. Képzeljék, ha bedobja még azt a 6 büntetőt is. Így is a legeredményesebb hazai, sőt az egész mezőny legeredményesebb játékosa. A palánk alatti harcok királya. Hoppá! Ki volt a szabálytalan? Cura Attila? Cura Attilát látják és találják szabálytalannak. Curának ez a első szintű. Nullásra visszaél Horváth Barnabást, leül 12-esen Farkas Dániel.
Dobhatta át Jakab Péter. Dobása jó. 38-27. Ez kimarad. Timko megszerezte oda, simogatta Curának. Egy percen belül vagyunk. Timko áttör, átzúzza magát a védelmet. Nem gurul be a labda a gyűrűbe, dobhat kétszer Timko Norbert. Horváth Barnabás volt szabálytalan az első személye, Timko viszont először dobhat büntetőket a mérkőzésen. Eddig 4 pontja van. 5 van már, mert lazán bezúzta a büntetőt. 39-27. Megvan a 40. TF pont. És még 13 pontosra hízott a különbség a két gárda között. Jakab. Vele szemben Cura védekezik. Egy zárást kap Jakab, de nem tud dobásra állni. A bejátszása jó. Na Zsombor, de Zsombornak ki kellett tenni Szatmári Zsombornak. Most egy távoli kísérlet. A lepattanó megvan. A nagyot küzdő Horváth Barnabási. Aztán Jakab. 10 másodpercen belül a támadó idő. Szabálytalan Timko Norbert. Hí, feltesz a kezét Timko, ez Vladimir Vlatsky nem akarja elhinni. Ezt nem akarja elhinni. És a harmadik hibája Timkónak, azonnal lehívja őt Vladimir Vlatsky, hiszen még csak a második negyed végén járunk. Kovács Barnabás jön 25 másodperc, hatosra pedig Takács András dobhat. Timko összeszedte két negyed alatt a három személyt, ez nem jó hír a TF-nek. Egy magas emberük van veszélyben. Takás viszont bűnrosszul dobta a büntetőt, maradt a 40-27. Gyakorlatilag 24 másodperc a támadóidő és 25 másodperc a félidőig. Ha végletekig kijátsza a TF, akkor nem sok ideje marad utána az MTK-nak. Beáll, Ivosen. Egy tripla. Nem jó. Így viszont még az MTK-nak maradt 9 másodperc. Ivosev nem ütött a nagyon bölcsen. Remek szerelés. Beák. Megindul. Beák. Eldobja távolról. Nem jó. 40-27. Ez a fél idő. Innen folytatjuk a másik fél idő. Eddig magabiztos TFL. Következik tehát a második félidő. Ivosev, Timko, Beák, Karosi és Cura Attila, a hazaiak kezdőötöse. Jakab Péter, Bognár, a Horváth Barnabás, 18-assal Cakó Tamás, Takács és labdát szerez az MTK, várjuk meg ezt a támadást, amely végén pontot dobnak, méghozzá Horváth András, és Takács pedig hátul maradt, tehát 40-30, 10 pontos különbség, amikor Beák osztja a labdát Curának, aki most irányít. Beák, Ivosev befelé indul, ez nála nyugodtan. Így is van, 9-30, már egy Ivosev beindulás után. 42-30. Jakab Péter. A szokásos Jakab körök, és most egy távoli triplára vállalkozik, ez lecsorog. Ivosev nagyon könnyedén és nagyon elegánsan szedi le. Ivosev, azt mondja, ne rohanjuk el. Beák tripla. Nem, Ivosevnek. Rám cáfolt most a csapatkapitány, Ivosev befordul, és nem tudta bedobni. Viszont az MTK játékos meg vonalra lépett Takács. Támadó idő mindössze 7 másodperc, Takás azt reklamált, hogy ők rálökték a vonalra őt, úgyhogy jó lenne ezt is figyelembe venni a játékvezető, de hiába reklamál rutinos Takács András, a csapat 16,7-del pont királya, ez nem hatotta meg a játékvezetőket. Szándékosnak minősítették, és utána a reklamálása sem tetszett a játékvezetőknek. Technikait kapott Takács András, ezért dobott be Timko egy büntetőt, 43-30, és jöhet majd a TF a palánk alól. Hát igen, ezt elrontott a Takács, mert a reklamálási technikait kapott az MTK, és Timko kegyetlenül kihasználta. Ivosev indul meg, és Ivosevvel szemben szabálytalankodik a 18-as Cakó Tamás.
Horváth Barnabás is szabálytalankodott, Horváth Barnabásét fújták be a játékvezetők. Jakab a kapitány azt mondja, hogy kirakja a kezét, Ivasev úgy indul lehet, de hatalmas darab ember van, hogy el kell indulni, a lendületet kell venni, és a kéz is dolgozik kosárlabdába. Karosi! 4 másodperc, el kell dobni, Cura nagyon távolról és nagyon rosszul, de a lepattanóadása az MTK-é, de nem Cura hibája volt ez, eltötyörögték ezt a támadást a TFS-ek. Ki volt a szabálytalan? Beák Gábor, Beák második hibája volt ez. 14 ponttal Ivosev a legeredményesebb a hazaiaknál, 8 ponttal Farkas Dániel a vendégeknél. 13 pontos hazai előny, Szatmári Zsombor kapta vissza, Szatmári és egy tripla Takács. Rövid, összeszedte Takács, ez dicséretére válik. Jobban szedje a lepattanót, másik negyed közepétől az MTK, addig bűnrossz szint, addig szereztek lepattanó labdát. Nagyon tiszta dobóhelyzet, és nagyon kimaradt. Beák viszont nagyon jól szedte a lepattanót szokása szerint. Beák Gábor eddig 3,9 lepattanót szedett le, majd egy tripla, ez jó! Jó a tripla! Karosi Gergő! Egy remek triplával növeli csapata előnyét, 46-30. Horváth? Ő is elvállal egyet. Ez nem megy be, könnyedén szedték le Timkóék, aztán most már Beák, majd a túloldalon Cura. Most az irányító posztján Ivosev, de Cura eladta, hát Ivosev már elindult. Jakab Piff biztos helyzetben be is dobta. Jakab Piff. Ezt egy Jakab nem adja ki, 46-32. Karosi. Cura. Beák. Tripla, mert tiszta helyzetben volt Beák, nem dobta be. Viszont az MTK megszerezte. Cakó. Illetve Szatmári, bocsánat. Horváth. Megint Szatmári, szépen csinálta, de kijött a labdából. A gyűrűből a labdája sajnálás a térdéről vágódott ki. Van szerencsé volt Szatmárinak. A labda a TFE, és azt mondja Vladimir Vlaszky, hogy nyugodjunk meg. Nagy Szabolcs érkezett vissza, leül egy kicsit pihenni, Cakó Tamás. Nyugodjunk meg, mondja Vladimir Vlaszky. És megindul Cura. Ivosev zárt, aztán megint egy rossz labda. Másodszor kapott rossz labdát Ivosev, aztán megpróbált szerelni, és megakadályozta az ellenfelet a kosáratörőben. Horváth, Jakab. És technikait fog kapni az MTK edzője, Horváth Balázs. Ivosev szerelése szabályos volt, az utána következő tartotta nagyon szabálytalannak Horváth Balázs, és technikait kapott, Timkó pedig dobhat. Hát ebből nem jött ki jó az MTK, egymás után két technikai. Néhány MTK szurkoló éles hangon reklamál is a játékvezetőknél. Gergely Csaba, Sörlai Attila és Józsa András vezeti a meccset. Timkó dobhat. Előbb is bedobta a technikai után, most is bedobta. 7-32. Most jöhet az MTK majd. Méghozzá a palánk alól. Szatmári Zsombor. Jakab. Kapitány mutatja be a figurát most. Egy zárás, aztán megindul. Nincs kinek adnia. Most jól zárták ki a palánkalon megint a sötét kékeket a hazaiak. Ki a szabálytalan? Cura Attila a szabálytalan. Második hibája volt Cura Attilának, aki egyébként ma mindössze 2 pontot dobott, ez tőle szokatlan. Ilyen időszakokban már 10 fölött szokott járni Cura, akinek egyébként 18,8 a pont átlag. 17,8 pontosan. 5-4-3, Jakab beviszi, de nagyon rosszul. Nem tudta feltenni a nagyon magas Timkó mellett. Ivosev nagyon könnyedén leszette. Leteszi Beáknak, Beák visszafordítja, gyönyörű pont. A pontszerző Beák Gábor!
49-32, és még 17 pontos. Ez eddig a legnagyobb különbség. Takás tripla. Ez jó. Ete horvát tripla. 49-35. Cura. Cura zárás kapott Ivasevtől. Ivasev meg a labdát. Elvállal egy triplát. Nem dobta be. Szatmári. Szatmári. Cura lepattan róla. Újra Szatmári. Itt is egy tripla a túloldalon. Ez sem megy be. És a lepattanónál Timko szerel nagyon szépen. Ivasev csak ijeszget labdájával. Cura. Szépen fordul le Cura zsebkendőnyi területen. 49-35. Cura nagy szóló. És Timko simogatja. Timko Norbert! 51-35. Jakab szóló. Ez szép volt, és ez be simogatta Takács. 51-37. Cura, nem megy be. Timko leszedi, Cura nem tudja megszerezni. Sok ember keze között tartozott az arra. Beákot látják szabálytalanul. Harmadik személye, érkezik Kerka Jákos. A túloldalon 12-esen Tarcsos Dániel és Dobos Már. Kerka Jákos és Somogy Fokja TF-nél, Beák és Cura ülnek le. Karosi kis híján labdát szerzett. Ez a kis híján az nem játszik a kosárban. Tripla helyzet méghozzá, nagyon tiszta, de nagyon messzire pattan a gyűrűlő, úgyhogy Timko nagyon könnyedén szerezte meg. Somogyfoki indul el. Somogyfoki. Meg megakadályozni, hogy bevigye. Ivasev, hát őt nehezebb lesz. Somogyfoki triplára vállalkozik. És jó. Időt kér az MTK, 54-37, magabiztos TF előny. Az időkérés után folytatjuk. Kerkai, Ivasev, Timko, Somogyfoki és Karosi az egyik oldalon. Még a másik oldalon Dobos, Jakab Péter, 12-essel Farkas Dániel, 18-essel Cakó Tamás, és 14-essel Nagy Szabolcs. Sötét kékekkel az MTK-nál. Timko védekezés jó, megint egy tripla, tiszta tripla helyzet, de ez sem jó, és a lepatt tanul, kié vajon az MTK jöttek a Csere van, 16-os a Bognár Mátyás érkezik, ő váltja a csapatkapitányt, Jakab Pétert. 14 másodperc a támadó idő, a palánkoló jöhet az MTK. Dobos, Bognár. Egy bátor tripla kísérlet, de elég gyenge. Timko viszont Somogyfokit hozza már is játékba. Somogyfoki ezt be fogja vinni. Kerkainak bokához. Aztán Kerkai kezéből kivarázsolják. Dobos. Szép labda után. Timko szabálytalan. Timko negyedik személy. Dobhat Farkas Dániel, Timkót azonnal lehozza Vladimir Vlaszki, és 7-essel Kovács Barnabás. A 18 éves bedobó 188 centi, 85 kiló, 7,3 pont, 3,5 lepattan. Most nézzük a túloldalon Farkas Dánielt, aki bedobta a büntetőt, 54-38.
farkas, és ez még jobb, 54-39. Ivosev és Somogy Feti kettőse. Dobos a zavaró ember. Hát Ivosev elzár, akkor Dobos mire megkerül, addigra Somogy Feti százszor áthozza. Így is van, Ivosev. Megütötték a kezét. Csak a második hibája után Ivosev dobhat. Tamás szabálytalankodott Tamással. Ez benn van. 55-39. Ötven 6-39, két hibátlan Ivosev büntető. 16 pontos Ivosev. Bognár. Ott Szatmári Zsombor forgolódott. Jöhet majd a palánk alól 10 másodperces támadóidővel az MTK. 2:33 a harmadik negyedből hátradévő idő. 56-39-es TF elő. Három, el kell dobni, hát egy furcsa összférmozdulat, nem volt kidolgozott lehetőség. Az indítás se volt túl jó, mondhatnám, nem volt egyáltalán jó. Úgyhogy újra jöhet az MTK ajándéklabdának, ne nézd a fogát. Dobos után megindul és szépen teszi föl, de ez sem megy be, elképesztő. Kerkai a nagy küzdő visszaszerzi. A poklok kapujával is megbirkózott Kerkai Ákos és a labda az övé. Ivosev zár egyet Kovácsnak, aztán újra Ivosev. Elvállal egy triplát. Ez nem jó. Viszont a labda nem az MTK-é, pedig én úgy láttam, nem a TF, pedig úgy tűnt számomra, hogy talán Farkas Dániel kezéről vándorolt ez ki. Nem így látta a játékvezető, és ő állt közelem. Két percen belül vagyunk a harmadik negyedben, 56-39-es előny. 8-as a Bagi Donát készül először a meccs folyamán beállni. Egy szép MTK szóló, aki dobta Bognár Mátyát. Szép szólópont. Kerkai. Nézzük az idővel is. Játsszuk egy kicsit a TF-t. Nagy ütközés, és Somogy Fokit elült el, a fejét is beverte. De Somogy Fokival szemben szabálytalankodtak. És megérkezik 8-assal Bagi Donát. 22 esztendős fiú. 3-as, 4-es poszton játszó, 192 centis fiatal játékos. Először a meccs folyamán Bagi Donátot üdvözölhetjük tehát. Viszont Somogy Foki Péter dobhat. Be is dobta. 10,8 pont átlagba és 4,6 lepattanó Somogy Foki mutatói. És most két jó büntető. 10. pontját dobja Somogy Foki. 58-41. Dobos. De kockázatos volt, de bejött. Bagi Donát tripla. És Bagi tripla, triplával száll le Bagi Donát. A 8-44, szép Bagi triplával mutatkozik be a 22 esztendős játékos. Kerkai. Na most hová? 7 másodperc, Ivosev. Megindul Ivosev, 3, el kell dobni a távolról, nem megy be, lepattanó meg lehet. Meg is van a TF-nél? Úgy van. MTK kezdettől vándorol ki. 14 másodperc és 35 annyi hátra van. Negyedből 6-osan visszaáll Takács András. És lemegy leül Czapó Tamás helyére, jön be Takács, tehát. És 14 másodperce van még a TF-nek, hogy az 58-ra átlendüljön. Akár a 60-on is átlendülhessenek. Ivosev megáll a labdával és megingathatatlan. Kerkai, ő meg megindul. És gyönyörűen teszik. Gyönyörű szólójával Kerkai Ákos az első pontjait szerezte. 60-44.
végtámadhatja az MTK gyakorlatilag, és csökkentheti a 16 pontot, de ki lesz, aki elvállal mondjuk egy triplát? Egy betörés után pontot dob. Egyelőre senki, sőt a labda a TFE, 4 másodperc, Karosi elviszi, leteszi egy triplára. És az utolsó pillanatában jó. TFE tripla! A koncesző Kovács Barnabás! Az utolsó pillanatában egy tripla, és 63-44, megnyugtató TFE előtt, innen folytatjuk. Ivosev, Kovács, Karosi, Kerkai, Somogyfoki az egyik oldalon, Takács, Bagi, Horváth, Farkas Dániel és Jakab Péter csapat kapitánya a sötétkékeknél az MTK-nak, amikor 63-44-ről folytatódik az utolsó negyeddel a meccs, és magabiztosan 19 ponttal vezet a TL Budapest. Karosi Gergely labdát akart szerezni, csak közben megütött ellenfele kezét, mutatja a játékvezető. Kicsit értetlenkedik Karosi Gergely, de hát az első személye volt Karosi Gergelynek, aki egyébként 6 ponttal vétette magát észre eddig. A jó tripladobó Farkas Dániel, aki 2 triplát is elsüllyesztett. Jakab Péter, aki ma annyira nem gólerős, mindössze 8 pontnál jár. Most már dobni kell, nem volt kidolgozott a dobóhelyzet, lejár, támadó idő, a lepattanó és a TFE. Nem sült el jól ez az MTK számára, érkezik Kerkai, Ivosev, Somogyfoki. Belöbböli oda Ivosevnek, Ivoseven Hermelin palásként lóg Bagi, félkézre tette arrébb Ivosev, hihetetlenül erős. A Grizzly medve sírva taposnál diplomáját egy ilyen akció láttán. A kanadai fenyvesek között Ivosev könnyen tette tovább Bagit. Szerintem még 2 játékos is arrébb tehetett volna nyugodtan. Somogyfoki. Visszakapja. Kerkai mellett esettenkedik, de Somogyfoki tripla. Rossz, Kerkai viszont nem éri el. Jöhet az MTK. Jakab. Farkas Dániel, Takács visszateszi Jakabnak, Jakab megindulna, elvall egy dobást, leszedi a tél. Ivosev. Hát azt nem mondom, hogy átszágul, átcammog, de nem tudják elvenni tőle a labdát. Karosi, Kovács, bravúros triplát dobott előbb. Ez viszont nincs bent, viszont a lepattanó Somogyfokié. Gyorsan hátra teszi, 10 másodperc van még hátra. Mint a támadó időben Kerkai, kiosztja Karosinak egy triplára. Ez meg jó! A tripla szerzője Karosi Gergely! 60-64. 22 pontos. Kerkai viszont most szabálytatokat. Az az első hibája és a második csapat személyi. Ütve egyese visszaáll Szatmári Zsombor és leül egy kicsit Bagidonát. Takács. Te Jakab, miket mondok? Ott a tiszta tripla helyzet, és benne is van a tiszta tripla, aki dobta Farkas harmadik triplája, a 13. pontja. Somogyfoki, jó sem, nagy bejátszás, gyönyörű akció végén dob pontot Karosi. Karosi Gergely, most elszerzett. Gyönyörű támadás volt. Farkas odaütött, és még dobhat egyet Karosi Gergely. Egy csodálatosan kidolgozott rajzasztalon született támadás végén sakmat helyzetben csak a szabálytalanság segíthetett volna, de hát nem segített, így hát még egy dobás, amit a fiatal Karosi dobhat, aki eddig 11 pontot szorgoskodott össze. Megvan a 12. Jól játszik ma Karosi Gergely. 69-47, 22 pontos elő az utolsó negyedben. Semmi nem történt. Elvesztette a labdát, Szatmári Zsombor kicsodolták a kezéből. Falt mondják néhány az MTK szurkolói közül, ez nem hatott meg a játékvezetőket. Ismét reklamál Horváth Balázs, kockáztatván ismét egy technikai.
Somogyfoki Kerkai kettőse. Somogyfoki Kerkai el fogja vállalni, csak közel húzódik egy kicsit. Nem. Művésztélek rámcáfolt, József leteszi neki, ezt viszont bedobja. Időkérés lesz a MTK, hiszen 71-47 kezd nagyon-nagyon magasra duzzadni az a különbség, és magabiztossá válni a TF előny. Innen folytatjuk. Jönnek vissza a harcosok a küzdőtőre, Ivosev, Kovács, Kerkai, Karosi, Somogyfoki, mind a túloldalom, Horváth, Jakab, Takács, és a két magas fiú. 14-essel Nagy Szabolcs, és 51-essel Szatmári. Szépen letolták neki, csak nem tudott gyűrűre fordulni, sőt, Kovács ébet szépen szerelt, Somogyfoki szép szóló. És jó! Somogyfoki Péter! Nagy Somogyfoki szóló után még dobhat egyet, hiszen Nagy Szabolcs is odaütött. 72-47, ez szép csendesen eldőlni látszik ez a mérkőzés, amikor hazai csere. Először a pályán, Márin Bence! Először a pályán, kérem szépen, Jani Kuzesztendős fiú, Bálint Bence, 2-3-as 194-82, és a vendégek is cserélnek. 3-asra érkezik a szintén fiatal 23-esztendős Tóth Andár, szintén a 3-as poszt játékosa. Cserélgetnek most már az edzők, fiataloknak is egyre többet adnak lehetőséget, hiszen úgy nagyjából eldőlni látszott már ez a meccs, bár persze kosárlabdánál még ekkora előny sem biztos feltétlen győzelem, de a játékképe alapján nem tűnik úgy, hogy az MTK-t egy 20-as rohammal fordítani tudna. Ez együtt ez szabálytalanság volt. Ivosev helyett a 16-os Bálint Bence volt szabálytalan, mert Ivosevnek a negyedik hibája lett volna. A pont jó. Aki dobta, Takács. 8. pontjánál jár, 73-49. Ivosev a 16-nál egyébként. És egy nagyon szép pont. Kovács Barnabás. 75-49. Csere, 16-osra visszajön Bognár Mátyás. Nagy Szabolcs helyén. 75-49, 7. győzelmét szerezheti a TF, és 7 győzelmi hétvelsége áll. Az MTK-nál ez az arány 6-8 lesz, ha elveszítik ezt a mérkőzést. Jakab! Egy triplával kísérletezik, lecsorog. Kerkai szedi le. Bálint kezébe tett, aki vittől visszakapta, és már Somogyfoki úszhatja a labdát. Hát Somogyfoki. Oly, szépen Ivosevnek. Ivosevet szépen szerelték. Ütközött Ivosev, azt mondja, hogy egy kicsit tán szabálytalan volt, de csak mosolyog. Csapata biztosan vezet, és megint egy kerkai labda szerzés. De a labda a kékeké, ámint a sötét kékeké. És tripla. Lecsorog. STF kezekről megy ki, így is van. Somogyfoki kezéről vándorolt ki. Tóth András vállalkozott triplára, de lejött a gyűrűről, viszont ő dobhatja a palánk mögül a labdát. Kettős csere az MTK-nál. Szakó és Horváth érkezik, Takács és Jakab ül le, a két legbiztosabb pontszerző ül le. Hát ezen a meccsen nem voltak azok, és 49 dobott pont, az bizony édes kevés, nagyon-nagyon kevés férfi csapattól. Ez ma nem az ő napjuk volt, nem a két legponterősebb játékos napja volt, az biztos. Eddig legalábbis. Szabálytalan Bálint. BB, nem Brigitte Bárda, hanem Bálint Bence. A negyedik csapat szemét érte el a hazai csapat. Erről azért lemondtak volna. Ivosev viszont köszöni szépen. Indítása nem jó. Pontosabban mondjuk azt, hogy figyelt Horváth Barnabás. Most sok a hiba, ez olyan elcsordogálok mérkőzés most. Megint Kerkai arrébb ütötte, de megszerezte Bognár. 5-22 a végéig, Bognár.
kiosztja triplára. Zsombor, ez lejön. Ivosev. Mármint Szatmári Zsombor dobása. Ivosev leszette. Kerkai meg áthozza. Ivosev elvállalja a triplát. Önbizalom erősítőnek is jó, de a gyűrűcse találta most el. Bognár. Tóth. Újra Bognár. Aztán egy távoli kísérlet, ez lejön, Kerkai felüti, és megszerzi az MTK. 75-49. Szabálytalan Somogyfoki Péter. 12-esre pedig visszaállt Farkas Dániel, aki jól játszott a mai mérkőzésen. Legeredményesebb játékos az MTK-nek 13 pont. Jákis Cura érkezik Somogyfoki és Kerkai helyére. Belgába is már 10 pontot összeszorgoskodott. Cura Attila mindössze 2-t, ez teljesen meglepő. Cura Attilától sokkal többet szoktunk meg ma, nem sikerült neki többet dobni, viszont a büntetőt bűnrosszul dobta az MTK is most. Jelesült Szakó Tamás. A második jobb, 75-50. 25 pont. Ez most ilyen formában abszolút ledolgozhatatlan már az MTK számára. Cura. Ivosev Cura. Kovács szépen vitte be. Kiütötték a kezéből, jöhet a TF. 1,5 másodperc, ez villám gyorsan egy bedobás után valakinek gyűrűre kell húznia majd valahogy. Eldobni azonnal, így is van, Cura el is dobja. Nem dobta be, de lepattanó Kerkaié, akivel szemben szabálytalankodnak. Illetve nem Kerkai, Bálint Bence volt az, akivel szemben szabálytalankodtak, bocsánat. A fiatal Bálint. Megvan a negyedik csapathiba, és jöhet Cura. 14 másodperc. Csere van. Egyessel először a küzdőtéren Kopasz Márton. Ő váltja Ivosev Tamást, aki Ivosev Tamás, aki ma is 16 pontot szorgoskodott össze. Nagy tapsot kap, és megérkezik Kopasz Márton. Mindenkinek lehetőséget akar adni, tehát Vladimir Vlaszki mester, és igaza van. Kovasz az irányító posztján. 75-50-nél. Két másodperc, el kell dobni. Cura el is dobja. Nem megy be. És nem tudta behúzni a gyűrűbe sem a TF, de a gyors támadás lehetősége is oda az MTK, a Bognál azért megindul. Tóth. Szépen csinálta Kovács. Csaja lesz majd 10-essel, Harsányi András, egy 19 éves fiú érkezik. 9-essel Dobos Márk ül le, Horváth Barnabás ül le, bocsánat, és először a küzdőtéren, tehát Harsányi András, egy 19 éves fiú, 3-as, 4-es poszt. Egy újabb tehetség. 3-40-nel a vége előtt. Lesz egy befordulás, vagy egy tripla? Dupla lesz ebből, de ez meg lepattan, lehet duplázni, ez is lepattan. Ez viszont már szerelés, de mit mutat a játékvezetés? Szabálytalan volt Beák Gábor? Szabálytalan és negyedik személye. És az ötödik csapat személy, úgyhogy dobhat az MTK. Beák Gábor szabálytalan, hogy ez volt a negyedik személye, vagy Kovács Barnabás helyén, Szántó Dániel. Szántó Dániel szintén először a pályán, egy 19 éves fiú irányító poszton játszik, 185 centi, 68 kg mindössze, de hát ő is lehetőséget kap egy győztes mérkőzésre, ezt nyugodtan mondhatom, 75-51-nél. Farkas Dániel, kérem szépen, 15 pontnál jár, a legeredményesebb játékosa az MTK-nak. Cura. Szántó. Cura.
Bálint elzár, Cura indul meg. 4 másodperc, fölteszi Cura, nincs benne. De leszette Bálint, szépen csinálta, beállt. Egy távoli kísérlet, ez sem ment be. Ez most már az MTK helyi, 3 percen belül vagyunk. 75-52. Sötét kékek faraghatnak általánból. De nem ilyen dobásokkal. Viszont a lepattana az övék. Ez megint lepattan, ez viszont már Cura Attilája. 2,5 a vége, 75-52, jön a TL Budapest. Cura. Beák, Bálint. Odaütött a hármas, Tóth András. Tóth András visszatállt a Dobos és Bagi érkezik vissza az, MDK, az MTK-nál. Leült Tóth és Farkas. Dobhat a fiatal Bálint Bence. Első pontjait dobhatja. Az első nincs bent, maradt a 75-52. Hát 76-52. A fiatal fiú pontja is megvan, tehát 76-52. A győzelem megvan, az aránya kérdése, ettől kezdve. Bagi. És nem vállalkozott triplára. Ki volt a szabálytalan? Bálintot találják szabálytalannak. A szőrös szívű játékvezető, 18-assal Czakó Tamással szerint szabálytalannak. Czakó dobhat. Ez sem jó, a hátsó gyűrű falról jön le a labda. Maradta 76-52. Ez beszédül 76-53. Szabultam meg csak pont szerző. Cura. Szántó tette tovább, aztán Bálint a palánk alatt befordul, szépen csinál. Nagyon szép Bálint Bence pont. Csere van hármasra, visszajön Tóth András. Bálint Bence a fiatal fiú, nagyon szépen csinálta, eddig 3 pontot. 2 percen belül vagyunk, 78-53. 53 ponttal nem lehet meccset nyerni, ezt tudják az MTK-sok is. Bagi, szép szóló. 55. Még a túloldalon Bálint. Ezt is szépen csinálta. Szántó Dániel, bocsánat, nem is Bálint. Ne vegyük el a fiatal fiútól. Szántó Dani pontjával 80-55. 25 pontos, nagyon magabiztos győzelem. De ez lehet, ez még változhat, dobhat pontokat az MTK, de a vártnál talán biztosabb győzelmet a TF. Egy nagyon szép tripla Tóth Andrástól. 80-58. Cura. Duplára vállalkozik. A gyűrűt se talált el. Ma nem találja a dobóformáját Cura Attila. A mezőnyben sokat szorgoskodik, nem is játszott olyan sokat, az is igaz. És az utolsó percen belül 80-58, magabiztos TF előny Bognár, csak a végeredmény kérdéses, a magabiztos győzelem megvan. Ez nem ment be ez a tripla, és jöhet a TF, Cura. De jó bejátszás volt ez. Beák nem tudta összeszedni, sőt szabálytalannak is találják Beákot. Szinte ráesett az ellenfél. Akkor Beák Gábor kipontozódott, de hát 32,4 másodperc a vége. Nem probléma ez. Pintér Máté érkezik. Beák nagy pontot kap, 10, nagy tapsot kap, 10 pontot dobott. Nagyon sok lepattanót szerzett. Jó játszott Beák Gábor a csapat, örökifű csapatkapitánya. Dobos már dobhat.
elérheti a 60 pontot az MT-ben. De nem ilyen dobásokkal. Két rossz dobás, egy jó lapattanon szerzés, Kopasz Márton. 19 másodpercig támad a TF, 24 van hátra a negyedből. De szép volt, Kopasz Márton. 12. pont szerzője, Kopasz Márton. Kopasz Márton, remek szólópontja. MTK akció végén. Nincs MTK pont, viszont 3,5 másodperc a vége előtt jöhet az MTK-nál. És elveszik a labdát az MTK-tól, tehát gyakorlatilag még pontokat dobhatnak, de nem hiszem, hogy ennek lesz jelentőség. Eldobják 82 utána volt. A török bárki vereséggel, hiszen akkor 9 ponttal nyert az MTK-nál. 24 ponttal nyert, ez nagyon nagy győzelem volt, és nagyon kellett. Congratulations, 7th win, it was a great job. How do you feel? What's the key moments in this match? From the start we played very good, especially in defense from the start. They have 3 lucky shots on end of the attack, so we didn't panic and we just played our game in defense. And after that in offense, everything come to its place. We give many points from the paint, from Festek, and after that everybody start to play very good. And the end of the game, like you saw, everything was going good. And on the end of the game, I wanted to give also opportunity for younger players to show, and they show that they are capable of replacing older players very good, and that we can count on them in next matches also. Tiszteltel köszöntöm Horváth Balázs, nem lett vidám egy ilyen mérkőzés után, hiszen jól kezdett az MTK, és a végén maga biztosan nyert a hazai gárda. Hogy érzi, melyek voltak azok a momentumok, amelyek ilyen maga biztos győzelmet eredményezhettek? Elsősorban a fizikális különbség döntött a TF javára a mai mérkőzésen. Nem tudtuk tartani a lépést velük sem futásban, sem pedig erőben, illetve ez társult egy nagyon gyenge dobóforma, ami 28%-os dobóformát eredményezett. 58 dobót ponttal nem lehet mérkőzést nyerni. Jól kezdtünk. Ezt mondtam én is a meccsen. 7-0 kezdtünk, utána volt 2-3 üres dobásunk, ami szintén kimaradt, és a TF kapott a lehetőségen, és visszajött a mérkőzésbe, és utána pedig ők domináltak egész mérkőzésen. Úgyhogy igazából a dobó százalékra és a fizikális különbségre tudnám a vereséget hangsúlyozni. Azt mondtam én is végig, hogy az MTK olyan csapat, hogy szinte bárkit legyőzhet, de beleszaladhat egy nagyobb vereségbe, és egyszer Budafokon is tapasztaltunk egy ilyet. A cél, gondolom azért az első 8, azt ki lehet jelenteni. Igen, kicsit hektikus a játékunk, hogyha éppen a társaság úgy jön ki az öltözőből, hogy lelkes, és szeretne mindent megtenni a győzelemért, akkor általában jó mérkőzések szoktunk játszani. Bárki ellen hozzátenném, és hogyha a társaság úgy jön ki az öltözőből, hogy éppen kicsit van kedve nyerni, és kicsit van kedve kosárlabdázni, akkor bele is tudunk futni egy nagyobb arányú vereségbe. Ennek ellenére én bízok a csapatomban, és továbbra is a célunk a play-offba kerülés. A sok ponthoz, a teljesítményhez gratulálok, ez azonban nem volt elég a csapat győzelméhez. Mi lehetett az oka, hiszen maga biztosan kezdett az MTK elni? Igen, ott nagyon fontos volt az, hogy nem tudtuk érdemben megtörni őket, pedig 7-0-val kezdtünk, mert utána a lendületbe jöttek, és ezt vitték magukkal. Azt vettem észre, hogy főleg az elején, de a közepén is támadó és védő lepattanót hatalmas fölényen nyerte meg akkor a hazai gárda, és ez azért rányomja a bélyegét, amikor minden 3-4-szer is elhozzák a lepattanót. Ezen mindenképpen változtatték egy olyan csapatnak, mint az MTK, aki bárkit képes legyőzni, de képes akár egy nagyobb vereségre is beleszaladni. Ez a hektikusság jellemző lesz továbbra is a csapatra? Hát minden akarat kérdése, ez bármelyik csapattal előfordulhat, úgyhogy most ezt el kell felejteni és csinálni kell tovább. Gratulálok Kalosi Gergelynek, hiszen végre remekül játszottál, tényleg a többi fiatal is, lepattanó szerzésben pont erős is voltál. Hogy érezted belülről? Mert az elején megtréfált benneteket az MTK, érezted, hogy meg lesz akkor is ez a meccs? Hát úgy volt, hogy az első meccsünk velük játszottuk idegenben, sajnos kikaptunk,
úgyhogy próbáltunk mindent megtenni, edzettünk keményen, védekezésünk most nagyon ült ezen a mérkőzésen, az elején kicsit gyenge volt, de majd összeszedtük magunkat, és végül előnyökre tudtuk fordítani, és így sikerült megnyerni a mérkőzést. Az feltűnt, hogy támadó és védő lepattanót is a másik negyed, harmadik negyedben nagy fölénnyel nyerte meg a csapat, azért ez nem volt mindig így, nyugodtan mondhatjuk, igaz? Hát pontosan, de mindig fejlődünk, úgyhogy remélem jövőben is tovább fog fejlődni, és minden többet szerünk. Gratulálok a teljesítményhez, és csak így tovább.